Ruzsa Magdit hallották az imént a Csillag.rádió műsorában, aki tagja lesz annak a zsűrinek, amelynek tagjai hivatottak lesznek eldönteni, hogy ki az érdemes az idén a Richter Anna díra. Most a várományosok egyikét szeretettel köszöntöm a stúdióba dr. Kázár Ágnes, belgyógyász házi orvost, aki másodmagával érkezett ide, Kisné Győri Beáta szociológussal, aki a Bargahegy Autista Alapítvány szakmai vezetője egyben. Én azért hoztam ezt szóba, mert mert még lehet szavazni máj, február 28-áig a Richter Anna díjra, és hát olyan jó lenne, ha a házunk tájáról kerülne ki a győztes csapat. Kik jelentkezhettek erre, doktornő? Nők, akik a gyógyszerészet, az oktatás, az egészségügy, területéről valami új innovatív ötlettel próbálják meg az egészségtudatosságot növelni Magyarországon. És önök mivel rukoltak elő? Hát ugye én állandóan a demenciával fog, szenvedélyesen foglalkozom a demenciával, mondhatom így is. Mi a demencia tanácsadó ötletével uh, pályáztunk, aminek az lenne a célja, hogy hozzuk előre a demencia diagnózisát, Társadalmi szinten ez egy nagyon fontos dolog lenne, hiszen ma a középsúlyos és súlyos állapotban a demencia már csak palliatív módon kezelhető. Gyógyítani nem tudjuk a folyamatot, ha korábban ismerjük fel, akkor sem, viszont vannak olyan gyógyszerek, amiket a korai stádiumban elkezdve megnyújthatjuk azt az időszakot, amikor a demenciával élő beteg még önellátásra, önfenntartásra képes. Valószínűleg ezzel sikerült valamiféle pozitív e, dolgot e, mondanunk, és, és ezért lehetett az, hogy ilyen nagyon számunkra is ilyen nagyon örömteli módon, de benne vagyunk a döntőben. Bizony. És hát olyan téma ez, a amely sokakat érdekel, valamilyen módon előbb-utóbb kapcsolatba kerülünk vele, ugye, be a bólogat, mert vagy a szülők, vagy a hozzátartozók, vagy tehát -te -te -te, előbb-utóbb van érintetté válik. Ha más nem, akkor úgy, mint egy közeli rokon, aki valamilyen segítségre szorul, és hát kell foglalkozni vele előregedő társadalmunkban, meg kell, hogy mondjuk őszintén. Na most már, ha szóba került a feledhetetlen demencia tanácsadó, erről fogunk beszélgetni az előttünk álló percekben, hogy tulajdonképpen miről van szó, létrejött egy, vagy létrejön egy társaság, amelynek a tagjai szakmai tanácsokat adnak, ahogy ezt a nevéből lehet, nevéből következtetni lehet. Most beához fordulok. igen, így van. ez egy innovációs módszer, mert nem csak az egészségügyből, az orvostudományból, hanem a szociális szférából, és magából a társadalomtudományból is képviseltetjük magunkat. Ez egy ötfős csapat, főorvosnő kezdeményezésére indult el. Igen? Itt a tagjai ezek, ennek a csapatnak maga a szociális gondozó kolléganőnk is, aki demencia gondozó képesítéssel rendelkezik, és demens ellátásban évek óta részt vesz. Van egy egészségügyi szakemberünk is, egy diplomás ápolunk, aki szintén évek óta a demens ellátásnak elhivatott tagja, illetve van egy szociális munkásunk is, aki mentálhigién és terápiás munkatársként dolgozott szintén demes betegekkel, illetve hát Kázár főorvosnő, akiről mindenki tudja, hogy elhivatott demes szakember, illetve én jó magam, aki szintén 24 évig dolgoztam idősellátásban, és a demes betegek a szenvedélyem. Na most az elhivatottság az nagyon-nagyon fontos dolog, de hát még azért, ha nem haragszanak meg kevés, ahol szakmai tudás is kell. Doktornő, hogy próbálta összeállítani a társaságot? Mert gondolom, hogy az ön kezdeményezéséről van szó. Igen, abszolút tudatosan. Ugye alapértékek ma minden egészségügyi és mondhatom oktatási területen is, hogy egyrészt innovatív legyen, újszerű legyen az ötlet, amivel meg tudjuk ragadni azokat az embereket, akiknek szeretnénk segítséget nyújtani. Mindenképpen fontos, hogy fenntartható legyen az ötlet, tehát ne csak egy ilyen gyors vállalkozásként, vagy valamilyen díjnyerteseként, amíg a addig működjön, és a másik a társadalmi hatékonyság, az egészség tudatosság, illetve a betegápolással kapcsolatos nehézségekben való jártasság átadása a szükséges formában a megfelelő személyeknek. Most Teljesen... Itt az innováció, bocsánat, az most arra szól, arról szól az innováció, hiszen egy régóta meglévő betegségről van szó. Az innovatívettársadat miért tendő? ma, hogyha demenciával élőben gondolkozunk, akkor akkor tulajdonképpen van a házi orvos, van a demencia gondozó szakorvos, vannak a pszichiáterek, és az egészségügy teljesen önálló módon próbálkozik a probléma megoldásával, ami nem túl hatékony, mert ugye vagy a beteg még nem fordul segítségért, mert, mert még úgy érzi, hogy ez belefér az időskori feledékenységbe, vagy pedig amikor már annyira előre haladott a betegség, akkor ő maga nincs is tudatában annak, hogy ő már ezben a betegségben szenved. Ilyenkor ugye ő még egy jogilag egy önálló személy, aki a saját akaratából azt tesz, amit éppen ő jónak lát. És a másik oldalon van a család, aki látja a problémát, aki észleli a problémát, de ha a beteg azt mondja, hogy ő nem hajlandó elmenni az orvoshoz, akkor ő nem tudják erőszakkal elvinni az orvoshoz. Közben egyre nehezebb az ellátása, akkor ilyenkor kerül ugye képbe a szociális ellátórendszer, aki megint csak ott áll a másik oldalon, hogy ő látja a problémát, adott esetben fel is ismeri a problémát, de teljesen tehetetlen, mert neki meg nincsen orvosi diagnózisa. És gyakorlatilag teljesen külön lábként mindenki a maga módján egy problémával áll szembe, és az innováció ebben az, hogy mi itt együtt, egymás kezét megfogva próbálunk segíteni azoknak a betegeknek és azoknak a családoknak, ahol ugye a demencia tünetei jelentkeznek. Szó szóval ez tehát a betegnek, szóval ez a családtagnak, és másként kell, hogy szóljon, ugye be? Tehát más, Így más van. a közlekedés. Igen, hiszen amikor a családban megjelenik a demencia, nem tudja igazából a család, hogy hova és kihez forduljon. Mert amíg az egészségügyhez fordulnak, ők ugye az orvosok csak egy diagnózist tudnak felállítani. Jó esetben, ha korán odaérnek, akkor esetleg egy terápiás gyógyszeres kezelést is, ami lassítja a folyamatot, de általában a család ugye már akkor jutod a a beteggel, amikor már a gyógyszerek nem hatnak, nincs ö, értelme már ezeket szedni, és amikor a szociális ellátásra van már igény. De a szociális otthonokba bejutni, ugye, mint tudjuk, hogy nagyon nehéz, akár évek is lehetnek. Demes ellátása pedig nagyon kevés szociális intézmény foglalkozik Miskolcon, nincs is nappali ellátás kifejezetten demes személyeknek, csak is bent és amit az őszinapsugár otthon ö, vállalt fel. És Miskolcon az egyetlen otthon, aki hivatalosan fel Ezt is vállalja. De sem sokkal több Így van, van. Mert van. Kell mondjuk őszintén. Igen, nagyon kevés de más van. Nem, nem szerencső. Tudom, szerencső másik. És egyre nagyobb az ikény. Ugye addig a család viszont két tűz közé kerül, hiszen uh, a felnőtt embereknek el kell látni a munkájukat, és nem tudják egy 24 órás felügyeletet biztosítani ügye családtagjuknak. És ugyanarról még nem is beszélve, hogy ott van az érzelmek, ott van a szégyenérzet, ami még mindig sajnos egy attitűd uh, a családoknál, hogy félnek, vagy szígyellik szociális otthonban adni ügye családtagjaikat, ők ezt úgy élik meg, hogy nem gondoskodnak róluk. De aki valójában ismeri a demenciát, az tudja, hogy milyen nehéz és milyen kihívás kihívásokkal áll szemben egy demes beteg ellátásánál. És mi pont ezt szeretnénk, hogy korai stádiumban érkezzenek hozzánk az érintett személyek, hogy egy életutat szeretnénk nekik végigmutatni, hogy milyen lehetőségeik vannak, hogyan lehet biztonságosá tenni a lakást, hogyan tudják minél tovább az önellátást fenntartani, és hogy önállóan a családban, vagy akár még külön is élni ez az idős személy, hogy ne rögtön első megoldás a szociális intézmény le lehet, mert nem tudják a családok, hogy hova forduljanak, és ha ez a tanácsadó létrejön, akkor mi végigmutatjuk nekik, hogy milyen lehetőségeik vannak, hogyan lehet olyan fejlesztő terápiában részt venni az időseknek, ami a meglévő készségeit és képességeit még fent tudja tartani minél tovább, és hogy hova tud fordulni, akár egészségügyi szakemberbe, vagy akár jogi útra is, ugye majd a demencia romlásánál ugye a majd a gondnokság alá helyezés kérdése is fel fog merülni. Mindenképpen. Mi ezt szeretnénk, hogy a családban tartásnak a lehetőségét először megmutatni, minél tovább, és ugye elsőleges feladatunk ez lenne. Olyan, ez, ez egy kicsit az autistákkal való foglalkozásra is egyébként, ha már Igen. megmutattam, mint ott a szakmai vezető, Igen, én nagyon sok hasonlóságot látok az autista fiatalok elhelyezésével, ugyanígy a demes betegek elhelyezésével, vagy bármilyen fogyatékosság ellátásával, elhelyezésével is lehetőség. Meg ugyanaz az eltitkolási attitűd, ami Igen. megvan itt is, ott is, és ezzel is harcolni kell. Igen. Mi nagyon-nagyon szeretnénk érzékenyítő programokat végrehajtani fiatal fiataloknál, középiskolában, akár általános iskolában is, hiszen talán lehet, hogy ez a fiatal lesz az, aki felismeri, hogy tényleg nagyinak vagy, vagy nagyapának van valami probléma, és rábeszéli a családot, hogy eljöjjenek majd hozzánk. Lehet, hogy beszélgettünk már mi erről, doktornővel, mert a témáról beszélgettünk, de arról, hogy ez egy hiánypótló vállalkozás, nem tudom, hogy erről szóltunk-e, mert én annak tartom. Úgy érzem, hogy igen, és valószínűleg azért is, Tartotta a, a Richter arra alkalmasnak, hogy a döntőbe kerüljünk, hogy meglátta benne azt a fajta kapcsolatot, amiről ugye itt beszéltünk, hogy ez egy nagyon komplexen a demenciával élőknek és az őket gondozó családoknak egy ilyen nagyon komoly segítséget adhat. Nekem ilyen vízióim is vannak már ezzel kapcsolatban, hogy ilyen tanácsadókat lehet létrehozni, mert itt abszolút össze kell, hogy fogjon az egészség ugye szociális ellátással, az életminőség, mindegy, hogy milyen stádiumú beteg az életminőség megtartásában. Na de most van egyszer egy folyamat, ami az egészségügyi intézményeken keresztül történik, vagy az alapellátáson keresztül. És akkor önök például ebben milyen helyet foglalnak el? Tehát bárki oda mehet, vagy, vagy bárki, van? Bárki, oda jöhet, igen, igen. Mindenképpen az lenne a cél, hogy bárki, ha valaki csak a betegségtől fél, és arról szeretne meggyőződni, hogy kell-e félnie, ő is eljöhet. Tehát itt egy, egyszerre egy helyen tudnánk foglalkozni mindenkivel, akinek ez problémát okoz. Azzal is mondom, aki, aki csak mondjuk egyedül él magányos, és a magányból adódóan vannak már olyan tünetei, ami miatt megint csak megijed, visszahúzódó lett, fél a stigmától, meg ne szégyenüljön, valahol bezárkózik, várjuk őket is de várjuk azokat is, akik valóban már demenciával élők, valóban nehezebben élik a mindennapjaikat, valóban észreveszi a család, az unoka, vagy bárki, hogy itt már nagyon sokszor hallottuk ugyanazt a történetet, nagyon sokszor keres valamit a nagyszülő, vagy a szülő, nagyon sokszor nem tudja, hogy most éppen hol van, vagy ne adja Isten elkóborolt, és nagyon sokáig mondjuk nem tudták a hozzátartozók, hogy hol van, vagy szólnak a szomszédok, vagy a lakóközösség, hogy baj van. Vég, az lenne a fő célunk, hogy azok, akik, akiknek csak megfordul a fejében a demencia gondolata, vagy mondjuk azért, mert a nagyszülő demens volt, és most ő aktív korában már attól fél, hogy nehogy ő is az legyen, és tudjuk, hogy van örök, öröklődés, genetikai háttér benne. Hát mindenkit várunk, vagy aki csak azért akar tenni, hogy a sikeres öregedésben ő megtartsa azokat a szellemi képességeit a lehető legtovább, amikkel rendelkezik, 50-60 éves korában, őket is nagy szeretettel várjuk, mert én úgy gondolom, hogy itt nem csak a diagnózis felállítás, nem csak a beteg a célunk, hanem kimondottan prevenciós tevékenységet is szeretnénk végezni. Tudjuk, hogy ma a demencia az nem nincs igazán exakt módszer arra, hogy hogyan lehet megelőzni, de nagyon sokat tehetünk azért a memóriánk folyamatos tréningezésével, az izmok, a mozgás fokozott vagy fokozása mellett, hogy minél később alakuljanak ki a tünetek. Ugye azt mondjuk ma, hogy a 80 év fölöttiek olyan 30 a demenciával élő, a 90 év fölöttiek 50 a demenciával élő. Én azt gondolom, hogy ma már minden családban előfordult a rokonságban demenciával élő beteg. Ez a szám biztos, hogy növekedni fog, és én, én nagyon azt érzem, hogy nincs, nincs igazából komplex ellátó okay. helyen. Ugye? Hát ezért is szurkolunk akkor, hogy a Richter Anna D. az oda kerüljön a legjobb helyre, ott vannak már a, a tűzvonalban, hogy úgy mondjam. Nagyon-nagyon jó lenne, hogyha az első díjjal jönnének haza, és akkor újra beszélgethetnénk, mi szurkolunk érte, meg meg is tettünk mindent annak érdekében, hogy minél többen szavazzanak, mert hogy február 28-áig még leadhatják a feledhetetlen demencia tanácsadó mielőbbi működése érdekében a szavazatukat ugye a Ritter díjra. Köszönöm szépen a beszélgetést, amelyet az elmúlt percekben dr. Kázár Ágnes Belgyógyász házi orvossal és Kisné Győri beállt a szociológussal az autista alapítvány szakmai vezetőjével, a Feledhetetlen Demencia Társaság két tagjával folytattam. Köszönöm. Köszönjük szépen. szépen. Köszönjük szépen.